Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban, ezt megtekintjük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen havi jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. És most megnézzük azt, mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társad az itt látható, de utal a férfiakra is. Megvan köztetek a kapcsolat, hiszen egy vonalban vagytok. De köztetek még itt van a felhő, valami még átláthatatlan, utal félelmekre, bizonytalanságokra, de ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja a felhőt, és itt előttetek van a jövő. Itt kiderül az igazság, megvan ez a varázslatos kisugárzás, a vonzó erő kettőtök között, a madarak jelentik a kommunikációt, és itt a csillagkép utal arra, hogy mindez meg van írva a csillagokban. Ez a találkozás nem volt véletlen, azon kívül a csillagok hozzák a szerencsét is. Ez a gyermek jelenteti a gyermekeket, de utal egy új kezdetre is. A fölöttetek lévő kártyák utalnak a gondolataitokra. Itt megvan a hasonlóság kettőtök között, hiszen ezek a kártyák itt fent utalnak a te gondolataidra, utalnak az ő gondolataira. Nálad megjelenik a virágcsokor, ez jelenti a te szépségedet, nőiességedet, a kisugárzásodat, a jó ízlésedet, de jelenthet egy ajándékot, egy kellemes meglepetést is. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, de ez a kártya utalhat sportra vagy autóra is, és akkor itt a levél lehet egy hír, de lehet egy szerződés is. Sőt, itt van a gyűrű, gyakran ez is szerződésekre utal. A gólyák jelentik itt a változásokat, ez meg lesz, és ez a változás előnyös, hiszen a gólyák egy vonalban vannak a fával, a virágcsokorral és a csillagokkal. Tehát egy jó irányba alakulnak itt a dolgok. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a lakhely is. Itt lesznek változások, ami szerencsét hoz. Ez a virágcsokor jelenthet kreatív tevékenységet is. Itt lesznek döntések, hiszen megjelennek az utak. Ez két különböző irány, itt lesznek változások, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt kinyílik egy új kapu, ezek a lehetőségek. Itt a múltban voltak még korlátozások, különösen a téli hónapokban voltak ezek a nehézségek. De ez elmúlik, hiszen itt van a kassa, elvágja a hegyet, az egerek segítenek abban, mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek egy vonalban vannak a hegyjel, tehát eltávolítják ezt a hegyet, mindazt, amit átéltetek a téli hónapokban, ami nehéz volt. Ezek lehettek hivatalos dolgok, vagy bírósági ügy, ezt jelentheti ez a torony, de voltak itt munkahelyi problémák is, hiszen itt megjelenik ez a horgony,
és a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. A kasza azt is jelentheti, hogy ez olyan hirtelen jön ez a változás, amikor te erre nem számítottál. Ez lehet egy munkahelyi változás is, vagy valami változik a munkahelyeden, és elmúlnak a nehézségek. Itt ez a jeges medve, ez utal az erőre, megvan ahhoz az erőtök, hogy itt legyenek döntések, változások. Amin ő még elgondolkozik, ez itt, ez a könyv. Ez jelentheti a zárkózottságot, hogy például te vagy visszahúzódó, és töpreng azon, hogy miért van így. Ez a könyv jelentheti az ő tudását, tehetségét, vagy egy továbbképzést is. És itt kinyílik a kapu, megvan erre neki a lehetősége. Az lehet, hogy itt egészségügyi témákról, gyógyító erőről van szó, mert a fa ezt is jelképezi. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, utazások. Ez lehet egy kereskedelmi kapcsolat is, hiszen itt van a munka kártyája. Viszont azért legyetek óvatosak, mert a közelben megjelenik a ravasz róka, és figyeli az eseményeket, valaki figyel téged, vagy őt, vagy mindkettőtöknek, hogy mi van a munkát illetően, mit szeretnétek kiépíteni, mit, hogyan, de ez a ravasság megjelenik a ház körül is, és ez jelentheti a szomszédokat, jelentheti a családot, a szülői házat is. Tehát fontos az, hogy figyeljetek erre is oda. Itt lesznek változások, lesz mozgás, előre mennek a dolgok, ez kihat a szerelmi élet területére is, itt tisztázódik valami, meg lesz a szerencse, az elismerés, és ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt. Viszont ez a kígyó lehet egy nő is, aki nagyon-nagyon kíváncsi. És ez a nő vagy megbántott téged, vagy megsértődött, vagy szeretne megbántani téged, hiszen te és ez a nő egy vonalban vagytok, és kettőtök között megjelenik az ostor. És ahol az ostor van, az nagyon fáj. Ez lehet az anyukád is, vagy az ő anyukája, hiszen itt a közelben megjelenik a hold, és az gyakran az anyukára, anyai érzelmekre utal. De itt lesz megoldás, egy kellemes meglepetés, lehet, hogy bocsánatot kér tőled, hiszen itt tisztázódik majd valami. Itt a gyermek jelenti az ártatlanságot, vagy az, hogy itt lesznek újdonságok, egy új kezdet. Itt anyagiakról is szó van, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Ez a kígyó jelentheti azt is, hogy mellék utakon jutsz pénzhez, és így lesz sikered. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Lesz egy fontos hír, vagy fontos szerződések. Te oda szeretnél érkezni az életedben, ahol le tudsz gyökerezni. Nem csak te gondolkozol el ezen, hanem ő is. Tehát mindkettőtöknél fontos a biztonság érzete. Ez a kereszt utalhat vallási témára, vagy egy spirituális területre, de azt is jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött. Vagy jelenti a döntéseket, hiszen eljuttok az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba.
itt is akkor döntésekről van szó, ugyanúgy, mint az utaknál. Ennél a döntésnél sikered lesz, itt látható a szerencse. A téli hónapokban voltak nehézségek a munkahelyen, ez most elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják vagy a nehézségeket, vagy ezt a munkát. És itt lesznek fontos döntések. Második hét, augusztus hónapban itt látható. A szerelmet, a párkapcsolatot illetően itt tisztázódik valami, lesznek változások, lesz mozgás vagy egy utazás. Itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt is, például szívbetegségeknél is jelentheti ezt, hogy itt kell a mozgás, hogy legyen gyógyulás. De amit ez a kígyó még jelenthet, egy nőt, aki téged megsértett, hiszen kettőtök között megjelenik az ostor, de bíz abban, hogy javul a helyzet, hiszen lesznek itt változások. A torony jelentett hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt is változik valami, kinyílik egy új ajtó lehetőség, hogy a nehézségek, a problémák itt elmúljanak. És mint ahogy mondtam, ez a kártya nem csak azt jelenti, ahol le tudtok horgonyozni, hanem szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható. Lesznek újdonságok, vagy egy új kezdet, rendeződik az anyagi helyzet. Lehet, hogy ez a kígyó úgy figyeli a pénzügyi dolgokat, és irigy rád, vagy szeretne pénzt tőled, és emiatt van ez a nézeteltérés, de azért bíz magadban, bíz abban, hogy megvan a kisugárzásod, a fellépésed, meg tudod védeni magadat. A hold jelentheti az anyukádat, vagy az ő anyukáját, esetleg egy kisbaba születését, hiszen a gólya, a hold és a gyermek erre is utalhat, de a hold kihat az érzelmi világodra is. Itt a kutya jelenti a hűséget, vagy a kutyát, egy cicát, és itt megvan szintén ezek az érzelmek, megvannak az érzelmek. Az is lehet, hogy itt egy kutya születik, vagy egy cica születik, hiszen a kutya utal a házi állatokra is, de a barátságokra is, különösen, ami őt illeti, hiszen egy vonalban áll a barátokkal, itt lesznek változások, hírek, beszélgetések, de bizonyos dolgokat, vagy barátságokat ő lezár, a barátság alatt itt van ez a koporsó, és zárkózott lesz, nem beszél a terveiről. A kutya és ez a koporsó jelenthet régi barátságokat is, hogy valaki visszatér a múltból. A könyv utalhat tudásra, továbbképzésre, ami erőt ad, és itt van hozzá a remény. Ez a kártya utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra is. Esetleg egy idegen nyelv tanulására. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható az, ami átláthatatlannak tűnt, vagy a félelmek, azok lezárulnak, a koporsó ezt lezárja. Itt látható, hogy milyen irányba tekintetek, itt tisztázódik valami, lesznek fontos beszélgetések, a csillagok szerencsét hoznak, vagy utalhatnak egy spirituális területre is, és ezáltal pénzhez jutsz, hiszen a halak egy vonalban vannak a csillagokkal. Itt meg lesz az életerő, a remény, az utazás, ez lehet egy belső út is, egy lelki út, esetleg változik valami a munkát illetően, de azért legyetek óvatosak, a ház mellett megjelenik a ravasz róka, és valaki úgy figyelget benneteket, hogy mit terveztek, mi van körülöttetek.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrám!